felfogadó bizottság. Hát szia! Hát te ki vagy? Gazdi hol van? Jaj, de jó nekem! Sziasztok! Jó, de jó! Szia! Szia, nyithatom! Igen, igen, igen! Egy nagy köszönjük, Márcsinak! Vannus? Szia! Vannus, egy puszi! Na, sose induljon rosszabbul a napom. És ti fogadjátok a vendégeket, igen? Igen. És hogy hívják a kutyust? River. Hogy? River. Ja, River. Mert van itt valami folyó a közelben? Nem, hanem a River Cottage-ről kapta a nevét. Ja. Nagy örömmel néztük ezt a sorozatot. Akkor már nagyon-nagyon vágyottunk vidékre. És amikor tudtuk, hogy szeretnénk kutyát, és akkor így jött, hogy kapcsolódjon ehhez. Ja, mert hogy ti nem idevalósiak vagytok. Mi nem. Ha nem? Én székesfehérvári vagyok, a férjem Egri, de Budapesten dolgoztunk, és mégis onnan kerültünk ide. Látjátok, mire jó egy ilyen műsor? Az biztos. Nem? Igen. És sikerült egy olyan kánán teremteni, mint ami ott van a River Cottage-ban? Mondd meg te. Majd na, majd mindjárt meglátjuk. Látszik a munka. Igen, van vele. De az igazság, hogy gyönyörű. Amikor megvettük a birtokot, már akkor is nagyon szép volt. És az előző tulajdonosok nagyon sokat tettek, hogy ez most így néz ki. Teljesen elvadult vidék volt. Rendbe tették teljesen, és a diót is ültették el. Ja, hogy már itt volt a diós. Így van, mi ezt úgy találtuk meg. Vagy pontosan a terület talált meg minket talán, mert nagyon sokáig kerestünk egy ilyen jellegű helyet. És hát amikor megláttuk, végül is azonnal beleszerettünk. Szerencsés, mert azért csak közel van a városhoz. Igen, így van. Így van turisztikai vonzereje, a Vértes, Velencehegység, Velencei tó. Igen. Úgyhogy nekünk ez nagyon, nagyon fontos. Jó helyen igen. Van. Előtte csak annyit tudtunk, hogy nagyon finom a dióbél, meg hogy hűs árnyékot ad a fája, de nagyon még nem tudtunk róla, úgyhogy ugye már ilyen fiatalokként egyből az internetet kezdtük el böngészni. És hát nagyon szerencsénk volt, mert igazából egy ilyen nagyon komoly anyagra bukkantunk, ami bárki számára elérhető az interneten. Ezt Orosz Péter szerkesztette össze, és igazából bármi, ami a bióval a kapcsolatban el tudsz képzelni, minden össze van szedve, nagyon részletességgel. De jó. Milyen fajta ez, amit termesztetek? Nálunk két fő, Magyarországon két alapfajta van. Ez a Milotai 10-es, ebből van kevesebb, ez egy igényesebb dió, illetve van az alsó Szent Ivan 117-es, ami a fájának a 90%-át teszi ki. Ez egy kevésbé igényes dió, ugyanakkor nagyon jó beltartalmi értéke van, nagy dió terem, úgyhogy kereskedőn fordulom, aki mondottan jól mutat. Igazából úgy próbáltuk ezt az asztalt feldíszíteni, hogy a diónak a aktív vegetációs időszaka alakul. Próbáljuk megtalálni mindegyik etapban vagy fázisban azt a lehetőséget, amiből egy finom ételt vagy valami különlegességet lehet készíteni. De tavasszal mit lehet? Tavasszal is el lehet kezdeni, ez az első, amit csinálunk, illetve lehet csinálni, ez a barkabor.
Ez a hímvirága a diónak, szépen megnyúlik, ahogy kezd nyílni, és a benne lévő pollenek igazából azok, amik ebbe a vörösborba belekerülnek, és adják neki ezt a különleges ízt. Adott egy vörösbor, amiben beáztatjátok ezeket a porzós barkákat a diófáról összeszedve. Igen, ez lehet látni, hogy benne ezek a kis fekete pollenek, akkor kell leszedni, és akkor kell csinálni egy ilyen fűszerágyat, amiben meghatározó maga a barka. És ez egy ilyen kis desszert. Így van, pontosan. És akkor egyéb fűszerekkel van még feldobva. Kicsit, így van. Hát egészségekre. Örülök egyébként. Én is. Köszönöm. És ezt a kis spanyolságot adja a barka? Így van. Igen. Szia, diót szedsz, River, kérem. Meg is eszi, hozott egy diót, de meg is eszi. Szia, szereti, tudja, mi a finom. Hát, hogyha megint van River, akkor szerintem nézzük meg ezt a dióst, meg fogjuk is. Jó, mielőtt a River leszüretteli. Én, már nem muszok marad el neki. Nem szabad elverni a diót, csak rázni. Igen, mert? Mert a rügyeket már ilyenkor előkészítette a fa következő évre. Aha. És azzal, hogyha verjük, akkor azzal leverjük a következő évi rügyeket. Na, de én megint tanultam valamit. Látod azt a foltot ott a diófán? Aha. Az egy betegség? Nem betegség, hanem egy rovar, ezt úgy hívják, hogy a nagy farontó pillangó lepke, és az betézett bele, és amit lerakja a lárváját, a lárva bemászik a kéreg alá, és befúrja egyből. És ezt megöli a fát? Hát ezt a nagy fát már nem tudnám megölni, de egy csemetét igen. Én akkor mindig több drótot is elrejtek ide a fák környékén, hogy ha találok ilyet, akkor meg tudja ölni. Régebben a járatba kell beletalálni, föl kell. Atya ég, ilyen hosszú járata van? Ez most nem is olyan hosszú van, amikor jó, ez a drót is kevés szinte. Az élő fába így belemászik. Így bele tud mászni, így van. Sőt, lehet látni a járatrendszert, hogyha az alsóba dugom, mindig fölfelé haladnak, akkor ugye átél, lehet látni, hogy a drót ugye hogy halad fölfelé. Ezzel a dróttal meg kell próbálni eltalálni a lárvát, megölni vele, és ha ez sikerült, akkor utána le kell kezelni a sebet egy fagél nevezető anyaggal, és ez egy vizes bázisú paszta. Uh-huh. Majd, hogyha van itt egy dió, ág, azzal lehet használni, és szépen így bele esetleg az nem, és eltömíti a nyílást, hogy ne költözzön bele semmilyen más rovar vagy. Egyébként hány éves korában kezd teremni a diófa? Hát a nemesített diók azok 6 éves korukra már általában hoznak termést. Nyilván akkor a fa még nem olyan méretű. Akkor csak a régi fajtáknál mondják azt, nem, hogy már ne ültesd diófát. Igen, ez egy tévhit, így van, az egy tévhit. Tehát a nemesített dióknál az még az ember idejébe be fog érni. Tehát nem csak az unokáknál. Egy magosznál ez hosszabb az érési idő. A termőrefordulási idő, de azért ott is szerintem de kiválható. Hogyha valaki egyet-kettőt szeretne csak a háza körül tartani, akkor melyik fajtát javasoljátok? Hát ez egy alsó Szent Iváni 117-es, ez egy magyar alapfajta, ezt könnyű megtörni, ez egy szép dió, ez egy nagyon jó választás, aha, már azért is, mert... De ha túl könnyű megtörni, az se jó. Nem, mert sérülékenyé válik, így van, de ez azért megfelelő falvastagsága van neki. Van olyan fánk, a magonc, aminek szinte tényleg papírvékony héja van, és ahogy leesik, az már száraz. Tehát hát ezt hadd mutassam meg, ez dugig van ez a dióhéj, ez egy nagyon-nagyon erős, szép fajta. Erről is lehet tudni, hogy ugye ez egy nemesített dió, hogy a bélarány milyen a dión belül. Uh-huh. Mert vannak olyan diók, aminek szép nagy diója van például, de maga a béltartalma az kevés. És akkor itt jártok fűnyíróval, hogy ilyen gyönyörű a pázsit? Ezt nem csak mi végezzük ezt a munkát, hanem vannak birkáink. Direkt ja, azért a biofűnyíróitok vannak, de hol vannak a birkák? A birkák? Hát benn vannak, most már meleg van, úgyhogy bebújtak a karámba, de megpróbáltam ide hívni, hogyha gondolod. Jó. Ez az én helyi, megpróbálok kommunikálni velük a saját nyelvükön, bár nem beszélem a nyelvüket, de te kicsit talán igen. Be! És megindulnak most. Most jönnek. És jönnek. Hát ezt nem hiszem el. Bááááá! Milyen jól beszéli a nyelvüket, nem?
Sziasztok! Sziasztok! Meghoztuk a frissítőt. Megszedtétek a diót. Sziasztok! Borbás Marci. Remélem eleget szedtem. Borbás Marci. Remélem eleget szedtem, mert azt az ukázt kaptam, ha kidolgoztam magam, akkor kapok valami finomat. De erre nem gondoltam. Egy sör. Nem sör, bor. Mindenki összekeveri, hogy a ciderről azt gondolják. Cider. Igen, hogy sör, de ez almabor, szénsavas almabor. És többféle is van? Kétféle van, száraz és féléves. Mi alapvetően a szárazat szerettük volna gyártani, megmutatni az embereknek, hogy milyen az igazi almabor. Uh-huh. Féléves pedig azért van, mert itthon inkább az édesebbet ismerik, úgy mondom, mert itthon nincs olyan nagy kultúrája cidernek, mint mondjuk Angliában. Na de hogy jutott nektek ez eszetekbe, hogy ti cidert készítsetek? Éltem Angliában pár évig, és ott ismertem meg, és szerettem meg a cidert. De ti idevalósiak vagytok? Hát így ingázunk Budapest és Vértesboglár között, az nem messze egy kis falu. Tehát alapvetően életvitelszerűen Budapesten élünk, de ide köt a cider és ez a munkánk. Na, tehát akkor ott kint megszeretted a cidert Angliában. Igen. És amikor visszajöttem itthon, még nagyon nem volt ismert ez a termék, nem is nagyon volt kapható. Miután hazajöttem nem sokkal, egy budapesti bárban volt egy rendezvény, ahol külföldi cidereket lehetett kóstolni. És ott jött az ötlet, meg igazából a kérdés felmerült, hogy miért nincs magyar cider, hogyha rengeteg jó minőségű almánk van. És nagyjából másnap ezt már tett is követte, tehát elkezdtem utána járni, kitanulni, visszamentem Angliába. Igen. Parancsolj. Köszönöm. Hát magyar alma, háromféle magyar desszertalmának a kvázi küvéje. A recept az úgymond titkos, tehát nem szoktuk megmondani, hogy milyen, mert mi is elég sokat kísérleteztünk, meg rájöttünk, hogy... Melyik almából lesz a legfinomabb. Igen. De az alma is így innen nem lesz. Már tisztán? Ez a szlogenünk, igen, mert ez hogy... Jó. Ugye az a lényeg, hogy ez 100% almából készül, adalékanyagmentes teljesen természetes eljárással. Úgy kerül bele szénsav, hogy nem hozzáadjuk a CO2-t, mint általában így a ciderekhez, hanem mint a pezsgőz, tehát egy ilyen pezsgős azt eljárással. Hogy lepalackozzunk. Adtok hozzá élesztőt, de akkor ez egy jó erős üveg, ami bírja. Igen, pontosan olyan kell, ami bírja. Tehát ez egy almabor, igen, ami már mindjárt fröccs. Egészségetekre! Tényleg finom. Mióta készítetek cidert? Hoppá! Felszenteltünk! Ilyen! A jövő cider fogyasztója. Igen. Figyeljetek, ez akkora siker lesz, de akkora. Még össze-vissza, ez csak jót jelent. Ez így van. Mi lenne, ha ülnénk a fűre? Igen, jó ez lesz. Tehát 3 éve kezdtük el a gyártást, ami már így forgalomba is került, és körülbelül már 2,5 évvel kapható. És mit szólnak, mikor meglátják, hogy két ilyen fiatal csaj készíti a cidert? Meg szoktak lepődni, de szoktak is neki örülni, hogy ez valami különleges, és hogy vagányok vagyunk, hogy belevágtunk, úgyhogy ez szokott impomálni. Mert hát már maga az a tény, hogy rátok nézünk, már látjuk, hogy ez milyen kis trendi dolog. Igen, nagyon jó. Mondta Laci, torta lesz, igen, édes ciderrel. Igen. Nagyon jó, diós cideres torta. Igen, és még alma is lesz hozzá, tehát egy diós almatorta lesz cider szósszal, amihez én már egy vajasomlós tésztát tegnap meggyúrtam. Tehát ez a klasszikus vajas tészta. Elősütöd a tésztát? Igen, úgymond vakon fogjuk sütni egy 15 perccel, úgyhogy egy kicsit megszurkáljuk majd villával az alját, és akkor egy sütőpapír is arra kerül majd a bab, amivel majd lenyomjuk. Igen, egy picit én is beszállok. Öt percet sütjük elő, és utána tudjuk folytatni.
Dió. Diót igen, azt is meg kellene darálnunk. Mennyire? És... teljesen finomra? Nem, egy kicsit lehet darabos. Jó. Akkor ehhez jön még 15 deka barna cukor, és ebbe fogjuk ilyen vékonyra szeletelni a szeletelni? Zalmát. Igen. És a cider szósz? Azt pedig, amíg sura addig torta, el tudjuk készíteni. Szuper. Akkor én addig tudok játszani a kutyusra. River, hol a frisbee? Akkor megvágyuk, amíg kész lesz a torta. Bocsik vagyok. Addig lefettet csak. Igen, és akkor kész lesz a tortalap, akkor folytatjuk. Jó, szuper. Na, akkor játszunk, gyere. Van egy kis időnk, gyere. Kivehetem? Igen, szerintem jó lesz. A dió barna cukor, igen, fahéj. És egy kis fahéj. Tehát nem kell teljesen megsütni a tésztát, csak így hogy van. Kapjon egy kérget. Igen. Igazából eznek az a lényege, hogy ne szívja magába ugye az almának a levét, igen, és hogy ropogós tudjon maradni. Na, én ezt megmostam közben a kezem, folytatom, te meg készítsd el ezt a cider szószt. Jó, rendben. Lányok, félédes ciderét fogjuk ehhez használni. És akkor ebbe én beleöntöm a háromnegyedét ennek a szájdernek. Jó, és egy nagyon picit ide még átöntöm. Habár ez fél édes ez a szájder, de még egy nagyon pici barna cukrot rakunk hozzá. És annyival fogjuk még megbolondítani, hogy egy kis szilva pálinkát is fogunk belerakni. És a keményítőből belerakunk egy olyan rendes evőkanállal. Forrt a szájderünk, és akkor egy jó evőkanálni vajat hozzárakunk. És ezt ráöntjük? Nem, azt be fogjuk rakni a sütőbe. Azt meg is kérnének, Marci, hogy alufóliával be kellene takarni, mert 40 percig alufólia alatt fog, hogy finoman megpárolódjon az alma, és utána pedig 15 percet fog még fólia nélkül. Aha, jó. És akkor csak szeleteljük és ráöntjük a szájt. Így van. Szépen besűrűsödött. De szép színe van. És akkor már kóstolunk is, mert neked van készen. Ide igen. Hozod? Igen, hozom. Tessék, cider királylány. Torta királylány. Köszönöm. Jön a Laci, neki is várjunk gyorsan. De szép biciklik! Ú, de jó! Jó nagyot vágjak neked? Igen. Dió királyfi. Köszönöm szépen. Mindenki királyfi és királylány lett. Jó étvágyat, egészségünk. Ez nagyon finom. Milyen jó ez a cider szósz is. Gyorsan megvan? Nagyon gyorsan megvan, igen. Hány kilométer vár rám? Hát egy 10 kilométer innen, de légvonalban. Ja, köszi. Rendes van. Ez a birtokrész itt, vagy ez a terület Lovasberény határa, ugye? Így van. Ez egy nagy szőlőterület volt régen? Igen, szőlőhegynek hívják még ma is, bár nem sok szőlő maradt, de valamikor a kiegyezés után volt valószínűleg egy földosztás,
és szerintem 1000 fölötti ilyen kisebb telek alakult ki. Szinte mindegyiken van valamilyen forma pince, vagy egy komolyabb présházzal, vagy csak egy földpince. El is bicikliztünk egy pár mellett egyébként. Nagyon jól néznek, kár, hogy el vannak hagyva. Valamelyik nagyon szép állapotban van. Hát nem most éli a virágkorát, ez egyértelmű, hogy látszik is, de sokan jönnek ki, és tehát nem mi vagyunk az egyedülök, akik itt élünk, hanem vannak más fiatalok is, akik gyerekkel, vagy csak mint pár ide költöztek ki, és így próbálják meg. Mi azért jöttünk ide, mert nekünk nagyon megtetszett, hogy visszakapja ezt a régi patináját. Igen, működjön. Így az van. A lényeg minden egyes tájegységünknek, meg falunak, hogy működő település legyen, tehát ne csak nyaralni menjenek. Itt mennék még egyet. Igen, és folytathatjuk ám, mert nincs vége. Így folytatódik? Igen, nincs vége. Jaj, de jó! Ez gyönyörű, tényleg gyűrűk ura. Mi egy fiatalosabb recepttel készültünk, nem is magyar recept, úgy hívják, hogy bacon jam, vagy bacon lekvár. Tehát nem csak gyümölcsből lehet lekvárt csinálni. Húsos szalonna lekvár? Igen, így van. Ez egy viszonylag gyors recept, bár nem magyar recept, de mint szinte minden eleme megtalálható a spájzban, úgyhogy főleg így össze így adódik. És passzol a magyar ízléssel. Ha? Hát egy kicsit különlegesebb, vagy másabb. Na, csináljuk, és akkor kiderül, hogy lehet húsos szalonnából lekvárt készíteni. És lesz benne szájder? És lesz benne szájder és dió. Nagyon fontos. Na, hát ez az őszi hangulata is megadja. Jó, nagyon izgalmas. Nagyon fontos, hogy 1/2 kiló békönnel fogunk dolgozni. Minél apróbb darabokra kell ezt felvágni. Egyébként a szájderrel ugyanúgy lehet főzni, mint a többi borral, vagy sörrel. Így van, tehát... Hogyha valamihez fehér bort használunk, azt lehet helyettesíteni ciderrel. Aha. És a ciderből még nagyon finom forralt cidert lehet csinálni. Tényleg, de jó. Hasonlóan kell fűszerezni, mint a forralt bort is. És akkor jön bele ez a vörös hagyma, jön bele egy alma. Az alma az ad neki egy ilyen kellemes pépes. Meg a pektin tartalma ugye egy sűrűséget. És így egészen megy bele a dió? Nem, egy picit durvább darabokra kellene törni. Mennyi dió megy a 1/2 kilóhoz? Hát egy jó marék diót, tessék. Két másfél marék dió. Hát ezt bele is szórom. Tehát nem kell ezt így gramozni. Nem. Kicsit hagy pirüljön, és lassan le is lehet venni majd a tűzről. Mert kicsit ennek a forró zsírnak már elég a hője ahhoz, hogy a diót is megpirítsa. Kicsit megpirítsa, így van. És ezt le kell szűrnünk. Azt is önsz csak ide. Egy picit benne is fogok hagyni, és akkor nem fogok visszaönteni, mert a hagymához föl fogjuk használni ezt a zsíradékot. Igen, így van. Üvegesre tároljuk, utána ezt fogjuk megfűszerezni. Úgy, hogy adunk hozzá először is egy kanál barna cukrot. Említettük, hogy ciderrel fogunk főzni, akkor ezt most bonts fel. És ez a száraz cider illik. És ebből kb. Egy ilyen decit öntünk rá a receptre. Igen. A harmadát körülbelül. Beleteszem még az almát, meg a fokhagymát. Na, és milyen fűszer? Egy kis kapufűvet lehet szedni. Mehet bele egy kis almaecet. Pici bors. Tehát óvatosan a fűszerekkel. Igen, így van. Elég fűszeres lesz ez anélkül is. Na. Szerintem jöhet. Jó, és akkor beöntetjük most már ezt a leszűrt, vagy zsíradéktól lecsöpögtetett békönt és diót. Addig kell főzni, amíg majdnem egyszínűre. Majdnem egy nemű lesz. Így van. Megmaradnak a textúrában a különbség, inkább a színében lesz majd homogén az étel.
És amikor az elkészül, akkor ez pirítósra... Pirítós kenyérrel kell lenni. Igen, nagyon finom. Egy kis sajtot lehet alátenni, kamembert, vagy valamilyen lágyabb, kevésbé erős ízű sajtot. Uh-huh. Vagy ami még nagyon jól tud mutatni, meg nagyon finom is, egy tükör tojás. Ah, de jó. Na, szerinted kész? Alakul, egy pici kávét. Kávét? Így van, öntsük még bele. Mennyi ez, fél deci? Igazán két-három decit, vagy centilitét, így van, centit öntsük bele. Jó fekete presszó kávé. Igen, és az, amit főzünk, illetve ami nagyon jó ízt ad nekünk frissességet, kis balzsamecet. Hozzát. Ez a kávé, balzsamecet, nagyon erős jó illatot. Egy kis kakukkfület esetleg, amíg rászorunk, az ad neki egy kis frissességet. De ráteszem a deszkára, jó? Jaj, de jó illata van. Ezt muszáj kipróbálniuk. Elképesztően jó. Jó kis terep. Igen. De ott a Balázs, hozzájövünk. Hozadjuk ide félre, így van. Szerintem el is visz minket. Jaj, Balázs! Fölpakolunk! Szerintem ne is kérdezzük. Nem. Így van. Eldöntöttük. Szia, Balázs! Eldöntöttük, hogy... Úgy döntöttünk, ha akármit mondasz, mi fölrakjuk a biciklit. Hát, ám legyen. Kicsit célásak vagyunk. Segítek, segítek. De jó, köszönöm. Majorázatos útvonal. Hát az idei nyár elvitte az utunkat. Föléltünk a hegytetőre. Legalább nem izzadtunk meg. Na, így szép a kilátás. Mekkora ez a gazdaság? 12 hektár. Na és mióta éltek itt? 7 éve vettük a területet, akkor ez egy olyan kukoricás, egy olyan szántó volt, mint a környék, ahogy látszik, és onnan a nulláról kezdtük el, és igazándiból a harmadik éve lakunk kint. Na, és hol éltetek előtt? Érden, és akkor a gyerekekkel minden nap 50 kilométerről ingáztam. És miről váltottatok? Hát én gépészmérnökként dolgoztam. Szuper. A párom meg még csinálja a saját munkáját is, tetőkönyvelő. Ő a második lába a gazdaságnál, tehát most már odáig eljutottunk, hogy maga a gazdaság önfenntartó, de mivel mezőgazdaságról beszélünk, itt azért nem annyira stabil, hogy minden évben biztosan persze akkor és annyi lesz a dolgok. Szerintem most így a biciklizés után kóstoljunk egy kis szörpöt hűsítőnek. Na látod? Így van, menjetek, én viszont elköszönök, mert itt egy nagyon jó kezekbe leszel. És nem iszol egy szörpöt. Hát majd este. Így van, majd este. Jó, van. Jó, és este találkozunk. Okay. Jó. Szia! Szia, Borbás Marci! Szia! Hú, de szép asztalt csináltál! Hát, feltelek titeket, egy kis ezeket te készíted? Igen. De ezek gyönyörűek, ezek hát a sajtok. Főleg kecske és birkatejből. Ti fejitek a kecskéket is, meg a juhokat is. Igen. Na de azt mondtad, hogy szörpöt iszunk, és közben itt egy ilyen gyönyörű asztal. Hát van mind a két verzió. Hányféle szörpöt készítettek? Hát több mint 70 félét. De ugyan. Az hogy? Hát a fűszerezéssel, ja, a kombinációkkal ér el az ember különlegességeket. Jaj, de jó, benne például, van. Például, bocsánat, egy ilyet mutatok.
Acai tonics. Így van, nem kinimből, hanem az itt található gyógynövényekből. És ebben mi van? Hát inkább a mik kategória, mert több mint 10 féle fűszernövény van benne. Például te vagy a szörvkészítő, és te pedig a sajtkészítő. Így van. Finomabb, mint a tonik. És még gyógyhatással is bír. Kísérletezek például olyan verziókkal is, ahol most édesebb alapanyagokkal dolgozom, tehát például egy szőlőmusttal, és van, amikor nem is használok semmi édesítőt, megdöbbennek az emberek, amikor azt mondom, hogy mondjuk benne van egy must, és gyümölcsecetet tettem hozzá, és kész. Ugyanúgy fröccsként higítható, mint egy sima. És akkor így jön ki a 70, hogy ennyiféle kreativitás. Van. Muszáj valamelyiket megkóstolnom. Gondolom ezzel kell kezdeni, ugye? Hát ez egy friss sajt, ez is kecsketejből van. Ausztriai barátom kért meg rá, hogy csináljak ilyet, mert ő nem kap Magyarországon ilyen friss sajtot, amilyen kelhető. Olyan, mint egy kicsit, mint az aludtej. Nem a krémsajt, de ahhoz hasonló. És az ő kérésére csináltam. Ilyen kicsit zselés állaga van. Ti kint szabadtéren fejtek, ugye? Igen. Van. Itt nálunk nem vadlegelőt legelnek, hanem a füvet is mi telepítettük. Itt most azzal foglalkozunk, hogy mik azok a fűszernövények, amik ízessé teszik a tejet, és bele tudjuk vetni a gyepbe. A és akkor például a kakukkfű, csak az nem bírja annyira a taposást, meg nagyon hamar elfásodik. Uh-huh. Tehát az ad neki egy aromát, de például ilyen a görög széna. És magyarós illata, vagy diós illata lesz. Annyira jó illata, aromája lesz tőle, igen, hogy nagyon, és ezekkel próbáljuk. A régiek azt szokták mondani, hogy bőrbe ízesítjük a tejet meg a húst. Uh-huh. Tehát a fűszerezés az így. Titeket ez bedarált, ez az egész nagyon rendszer. Nagyon. Nem? De jó így, nem? Hát ez egy nagyon sok munka. Sok azt munka. Hozzáteszem, hogy... Persze, hát ez egy nem leányáló. Igen, igen, de nem cserélném el. Szóval nem költöznék vissza a városba. Tanúsított biogazdaság vagyunk hivatalosan, de ezen belül a permakultúrás irányelveket tartjuk mindenben szem előtt. Tehát nem csak a növénytermesztésbe, állattenyésztésbe, hanem a feldolgozásba is. Tehát próbáljuk azokat a körfolyamatokat felépíteni, hogy ide minél kevesebb dolog jöjjön be kívülről, és amit itt termesztünk, vagy ami itt keletkezik, ne menjen ki, és mindent hasznosítani. Tehát ezt figyeltem meg veletek kapcsolatban, vagy a ti fajtátokkal kapcsolatban, aki városból diploma után, vagy valamilyen szellemi munka után kiköltözik gazdálkodni, hogy már figyelembe veszitek a fenntartható fejlődést, a rövid élelmiszerláncot, folyamatosan gondoskodtok arról, hogy a talajt ne zsigereljétek ki, hogy egészséges élelmiszert állítsatok elő, újítotok. Na, hát azért ez egy nagyon fontos dolog. Konstantinápolyi birs, aha, illetve még berecki birsünk van, de a termése az minden évben változik. Ő már érett, őt már le is vesszük az esti vacsorához. Na, mert mi lesz a vacsora? Hát, mivel beszélgettük, hogy vannak állataink is, ez a tejelő cigája fajtájú birka, amivel mi dolgozunk, ennek az a különlegessége, hogy az ürű, tehát az ivartalanított kos birkákat meg szokták hagyni 3-4 éves korukig, utána vágják le, és nekik nem fagyjus a húsuk, és állítólag a múlt század elején még a hentesek borjúhúsként adták el a 3-4 éves birkának a húsát, ő lesz készítve bográcsba, és nem a klasszikus birkagulyás jelleggel, tehát a paprika is csak nyomokban lesz belecsempészve, meg ilyen kis trükközéseket fogok elkövetni. Megint egy nagy cseresznyés. Cseresznyék, medgyek vannak, így van. Hány gyümölcsfátok van? Több mint 1000. Atya több mint 1000, és fajta választékban is nagyon széles a spektrum. De melyik gémbankra törekedtek, vagy hát részben, illetve megint csak az aromák. Tehát például a medgyeknél, hogy medgyesebb legyen az aromája, a felső részen van egy 2 hektáros terület, ami csak vad gyümölcsökkel van. Uh-huh. A medgynek kell egy keserűség.
és ezekkel a vadmeggyekkel, mivel ezek ehetetlenül keserűek, ezzel adjuk meg ezeket a plusz aromákat. Igen, mert Magyarországon a medd nem annyira keserű. Gyönyörű kárpáti borzderesek. Na majd ennek a teje milyen jó sajtot ad. Igen, hát ezért is választottuk őket, mert őnek kimondottan sajtnak való zsíros tejük van. Mennyiségre nem lesz sok. De óriási minőség. Annyi igen. Tej fölöttök lesz, hogy nem tudtok mit kezdeni vele. Így, hát de mi tudunk. Akkor tulajdonképpen egy örök tanulás az életetek igen, most. Igen. Tehát városi ember eljön és egy ekkora gazdaságot fölépít. Hát illetve a tanulásról még annyit, hogy nálunk az is terve van, hogy mi, amikor elkezdtük, szerettünk volna tanulni, és nagyon-nagyon kevés lehetőség volt rá, úgyhogy mi meg mindent úgy alakítunk ki, hogy aki hasonlóba akar belevágni, és tanulni akar, jöjjön, az eddigi csinálja. Tapasztalatokat megosztjátok. Így van. Meg nem csak az, hogy elméletben elmondjuk, hogy igen, ilyen tehenet fejni, hanem íme, ilyen, belekapaszkodni. Próbáld meg, akarod-e? Ez az ürűhús? Benne van a színhús, benne van a csontos hús, ezek lesznek hozzá az alapok. Kap egy szalonnás, hagymás alapot. Kis kolbászt? Kolbász az a vége felé, így van. Tehát a paprika az ilyen módon kerül majd csak bele. Szintén az is birkából van, tehát az is egy saját termékünk. Ő egy sima paprikás, a másik meg egy chorizo jellegű. Rámegy először a csontos hús, az le lesz párolva, hogy kiadja magából a levet, és utána jön csak bele a színhús. Utána lesz ízesítve, itt jönnek a titkos dolgok, amit majd megbeszélünk, és a végén belekerül a kolbász, hogy kiadja ezeket a fűszereket, aromákat, és közben majd diszkoszban készül hozzá egy köret, ami megint érdekes lesz. Ebben? Abban, így van. De jó, nézd ki. Az belekerül a hamuba, és be lesz takarva hamuba a parázsa. Zöldségek vagy mi? Zöldségek, így van, annyi, hogy szalonnával kell kívülről beborítani, az lesz a teflon rész. Kívülről? Nem így kívülről, az se rossz. És akkor jön bele egy negyed zellergumó. De az majd egy kicsit később, most csak a rozmarin megy bele. Néhány és fehér répa. Majd belekerül, hát a gyerekeim csak viccesen ogre takonynak szokták hívni ezt a terméket. Ez tulajdonképpen, ahogy, igen, a neve alapján nem igazán ezt hinni az ember. Ez tulajdonképpen, ahogy egy zöldség alaplevet készít az ember, annak az alapja, tehát nagyon sok zöldség, kevés lében, nagyon sűrűre főzve, csak én nem vettem ki a levet, hanem leturmixoltam, lepasszíroztam tulajdonképpen a zöldségeket, és ez egy ilyen sűrű, krémes állagú valami. Egy zöldségkrém. És nem csak a gyökérzöldségek vannak benne, hanem zöld fűszerek is, tehát például lestján és hasonlóak innen a kertből, illetve olaj és só. Nem liszttel lesz sűrítve, nagyon nem azzal kap egy tartalmas szaftot, hanem ezzel kap egy sűrű levet. Közben pirítod a szalonnát bőröstől? A bőrt azt én külön tettem mellé. Hogy az íze azért belesüljön. Akár közben is jöhet bele a hagyma, mert most nem erős tűzünk van. Elődött, akkor alulra ráteszed a csontost, fölengeded vízzel, kifőzöd. Így van, és utána azt kiszeded. Nem szedem ki, megy hozzá marad. A hús, megy hozzá a rozmaring, ezzel összepárolom, utána jönnek hozzá a friss zöldségek, a zöld fűszerek egy része, és a vége felé kerül bele a kolbász, mert ha friss kolbászról beszélünk, tehát amikor még nincs ennyire kiszáradva, akkor azt a legvégén szoktam beletenni, ilyenkor viszont kicsit előbb teszem bele, hogy átfőjön. És akkor mennyi idő kell neki? Hát egy két óra. Akkor átmegyek oda szembe. Így van. Gyógynövénykertben. Így van, Föngyös kertben. Föngyös kert. Így van. Gyalog is át tudok menni, ugye? Igen, hát olyan 500 méter tőlünk. Az. Esetleg hozzak valami gyógynövényt neked még? Kakukkfüvem nincsen. Jó, hozok, azt, jó? Azt megköszönöm. Jó, meghívom őket is vacsorázni. Rendben. Rendben.
csinos vagy. Köszönöm szépen. A zöld tájban, ebben a ruhában. Szia. Mit jelent az, hogy föngyös kert? Hát valaha ez a terület fenyves volt, és hát itten is vábok, akik itt éltek, elhallották ezt a szót, és nem csak táj szólásuk volt, viccesen szoktuk mondani a látogatóknak, hanem táj fülük is. A gyógyítókert az a gyógynövényekről szól, ugye nem egy ilyen energiagyógyító dologról. Nekünk ez egy 9,6 hektáros terület, ami az volt a célunk, hogy Kárpát-medence valamennyi, valaha gyógyításban használt növényét bemutassuk. És tényleg így is van? Hát majdnem sikerült mindent bemutatni. 17 állomásos tanösvény található. A magyar népi gyógyászat hagyományairól szól, és arról, hogy hogyan gondolkoztak az emberek. De örülök ennek, én annyiszor emlegetem, hogy a borbás nagyanyám még tudta, hogy melyik ételben miért azt a fűszert rakja. Tudta, hogy az az étel melyik szervünket fogja megterhelni, és milyen gyógynövényel vagy zöld fűszerrel ugyanaz, ugye, fog ezen könnyíteni. Igen, ezt szeretnénk itt is elérni, hogy a szerves magyar kultúrát tovább tudjuk örökíteni gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt, és az állomásaink is ezt próbálják bemutatni. Ez is egy nagyon érdekes gyerekjáték, egy nagy térbeli memóriajáték, ami arról szól, hogy üzenet van a növényekben régen, a népi gyógyászatban úgy gondolkoztak az emberek, hogy a Jóisten jeleket írt a növénybe, hogy ezt mire tudják használni. És milyen érdekes, hogy nem csak gyógynövények, hanem nagyon-nagyon sok táplálék növényünk ezt mutatja meg. Itt a mák. A mák például, hogyha a csontot ketté vágjuk, akkor a felépítése, a mák gubónak a szerkezete arra emlékeztet minket, és tényleg a csontritkulás megelőzésében hatásos. Vagy itt van például a sárgarépa, azt mindenki tudja, hogy ez látást javít, de milyen érdekes, amikor közbe vágjuk, és egy karikát... Olyan, mint a szemírisze. És benne van a gyógyító üzenet a növényekben. Vese alakú a bab és a vesebetegségeket gyógyítja. De jól csináljátok, a gyerekeknek ugye ez egyből... Ennyire szemléletes. Valamelyik a színében mutatja meg, valamelyik a formájában. Tehát az, ami belül benne van üzenetként a növényben, az kívül is megmutatja a növényt, és üzen számunkra. Óriási. A dió az klasszikus példa, sokan tudják. Igen, az agy. Agyműködésre hasonlít. Nagyon tetszik. És hány növényt tudtatok már összegyűjteni? Hát 250 féle van most a kertünkben. Körülbelül 350 fajig föl is tudjuk fejleszteni. És mi hát ahol lépünk, mindenhol ott az mindenhol, van. Igen. Gyógynövény. Ez egy tájkert, tehát mi nem műveltük meg az egész területet, sokáig a fenyves után ez egy marha legelő volt, és a vadvirágok így kedvükre tudtak nőni, benne számos olyan növénnyel is, ami vadnövény és fűszerként is használták. Például van ilyen, csak már nem látszik a turboja, vagy a mezei zsázsa. Igen. Az például, hogy a mustár helyett használták a csípőssége miatt. Manapság a konyhából ez már teljesen kikopott. Nekünk is ezt kell visszahozni. Elején tudatosan fűszerezték az ételeket, tehát nem csak az ízviláguk miatt tették bele, hanem tisztában voltak a gyomorerősítő, a görcsoldó hatásával. És amit egy gyógynövény teja formájában tud, ha ezt levesben produkáljuk, ugyanaz a gyógyét el lehet vele érni. Például a kakukkfűnél ugyanúgy köhögés csillapít, vagy megfázásra teljesen jó, akkor is, hogyha a töltelékben fogyasztjuk el. Szólt Ticsó. Ticsó főz. Igen, hogy feltétlen szedje meg az ebédünkhöz a rozmaringot. Itt a kakukkfűvet vinnem kellene a Balázsnak egy picit a ürühöz. Igen. És akkor kell nekünk zsáját is szedni. Itt a fűszer. Jó, köszönöm szépen. Töltött galambot fogunk készíteni.
muszban párolt körtével. A töltött galambnak van egy olyan szép magyar jelentése. Jó. Igen. Ugye? Három nő áll itt körülötte, Tibor. El vagyok kényeztetve. Igen. Azzal kezdjük, hogy ugye a töltelinknek először beáztatjuk a zsemlét, mert ennek kell egy kis idő, hogy megszívja magát. Elkaparjuk a galambnak a máját. Csinálunk egy fűszeres tölteléket, kakukkfű, zsája, friss majoranna, őrölt bors, tojás, ezt be fogjuk keverni, és be fogjuk tölteni a galambnak a hasába. Uh-huh. Tehát egy jó, erős, vegyes, zöldfűszeres, uh-huh. vagy gyógynövényes, galambájas, teljes zsemlés töltelék. Igen, töltelékkel uh-huh. fogjuk készíteni. Ami esetleg kimarad, azt külön megsütjük. Uh-huh. A madárkákat szalonnával fogom borítani. Hogy ne száradjanak ki. Ne száradjanak ki, nem fog megérni a szárnyahegyen. Igen. És kap egy jó szaftosságot. Uh-huh. És a méz? A méz az a musthoz kell majd. Ja, a szószhoz. Igen, a mustot mikor besűrítem, hogy akkor ez jó krémes legyen, meg szintén a vaj is. Vajjal és mézzel fogod igen. sűríteni. Igen, ez pedig kacsazsír. Kacsazsír. Ebbe egy picit át fogjuk forgatni olyan, a májat. Kapasz. Jó, te csináld nyugodtan. Jó, mi ezt akkor... Tojás is megy bele, hogy igen. összetartsa. Jól van, jó munkát nektek. Azt ígérte nekem az Ildi, hogy amíg ezt elkészítitek, addig megmutatja nekem lent a tavat. Meg fönt a mesekeletünket. Nem baj, hogy most nem segítek? Nem. Hát nem baj, megbirkózunk vele. Köszönjük szépen. Még egy érdekes ágy itt lent a központi helyen terül el a kertünkbe, és erre építettük igazándiból az egész kertnek a megjelenését, mert valamikor itt pálusok laktak. Hát ott nincsenek véletlenek. Nincsenek. Tehát ők tudták, hogy hova kell építkezni. A motivum rendszerébe a kertbe ez mindenhol megjelenik. Uh-huh. A feltáró útjaink, ahogy látjátok, pálma alakúak. Egy pálma levelet mintáznak, uh-huh. mint ahogy a címerükben is található, és a legnagyobb bemutató kertünk 140 féle gyógynövény gyűjtő helye. Ó, de jó. Az is egy címet ábrázol benne a pálma motivummal. Szuper. Hello, River! Hát, szia! Mi van nálad, River? Hát, megetted az ürű combot? Halló! Szerintem kész van a vacsorán. Gyertek el is át, jó? Köszönjük a meghívást! River! Sziasztok! Kész van minden? Már majdnem minden készen van, már csak a zöld fűszer hiányzik belőle, illetve amiről beszéltünk, a zöldségkészítményünk. Na jó. A mentát csak így van. Aha. Itt egy kicsit a tradicionális konyhák keverednek nálunk, az angol konyha használja mindig a birkaételekhez a mentát. Uh-huh. Igazán passzol, így van. A lényege az ízfokozás, de természetes módon. Kitalálva, hogy ugyanazt a tüzet, ugyanazt a fát kétszer használom. Tehát most a gödör az mint egy kemence működik, mert azt felfűtöttem. Igen. És fölülről megkapja szépen ezt a melegséget. Óriási, nagyon tetszik. Valam még sülám, hagyjatok neki helyet. Így van, tehát galambhúsleves, zöldfűszeres ürű, így van. Ott lent egy titok, mindjárt kiderül, akkor mondjad? Ordagombóc, ilyen gyümölcs öltetett. Szilvás joghurt, a házi joghurt. Tessék, szilvás házi joghurttal.
a leveshez a galambhús, úgyhogy mindenki szedjen egyen. Minden esetre ti ezt jól kitaláltátok magatoknak, tehát most így körülnézek. Hát mondja valaki, hogy nem tudunk élni. De ki akar ezután városi lenni, nem? Rá lehet önteni a joghurtot és ennyi. Őszintén. Hát még itt is így. Még a föld alól is enni való. Figyeljetek, én mint egy cintányéros itt, nem? Tibor jól mondta, a töltött galamb még jön, úgyhogy úgy egyetek, hogy arra maradjon hely. Na, azért ez jól néz ki. A háromhutai asszonyok állítólag a legjobban sütnek az országban. Csinálunk egy klubot, és bűntelenül esszük a sütiket. Vajpuha. De jó. A recept a legjobb, ebből egy kicsi, meg abból egy kicsi, és kapunk egy ilyet. Úristen, téged elvarázsoltak! A műsor támogatta Borbás Marci új könyvének forgalmazója, a Libri. A felejthetetlen fogásokat a Bosch támogatta.